aki azért nyílt így, mert jött. Van, aki azért, mert szület. Van, aki oda van az autóként. Van, aki azért, mert vezetnek. Van, aki azért nézi, mert nincs jobb dolga. Van, akinek lenne, de azért is. Van, aki szórakozni akar, van, aki szórakoztat. De miért ne tennél? Találd meg te is az okot, miért nézd az elvesztét. Üdvözlöm a kedves nézőket, Deák Liád vagyok, az operatőr társadalom pedig Léte Attila. Hát kicsit megkésve őszintén, hát jók voltak a hétvégi bulik meg ilyenek, de megérkeztünk a HSFL-nek a második futamához, ami a Nürburgringen lesz. Srácok már állnak is felfele, és lassan kezdik meg a felvezetőkört. Hát elég izgalmas első, vagy szezonnyitó futammal zártuk, úgymond a HSFL-t, így az elmúlt két héten ezelőtt körülbelül. De nagy lelkesedésre itt a reggeli órákban megérkeztünk a második futammal. Ugye már az időmérő lement, és már ugye felvezető körön vagyunk, tehát nézzünk rá egy kicsit a rajtsorrendre. Dávidunk az első helyen. Éppen vezeti a felvezetőköt, majd a második Tartamás, harmadik Szatmári Szabolcs, negyedik Elekes Csaba, ötödik Orbán Péter, hatodik Bagi Norbert, hetedik Mars Fernandorunk, Tóth Miklós ott szorosan fejfej mellett, szerintem már egy pozíciócsere is történt a felvezetőkör során, így van, Fernandorunk az Tóth Miklós megé került véletlenül, Miklós nem bír a tempójával, tehát aztán Sára Dániel 9, Tóth Attila 10, Benkő László 11, Fődi Ákosunk 12, ez érdekes, nem jött neki össze az időmérő valószínűleg. Pécsvári László 13, Borbé Roland 14, Farkas Márton 15. Hát 15-en vannak, ha jól emlékszem, valami hasonló létszámban voltak az előző futamkor is. Mindenesetre, mint hogy mondani szoktam, minden adott egy jó futam lebonyolításához, és a végül is rászok, nem hagynak minket sebben ilyen téren. És egy izgalmas futamot láthatunk. Hát gumikeverék téren most sem vagyunk nagyon előrébb, mint az előző futamon, mert ugye felvételre nem látjuk a keverékeket, de majd próbálunk következtetni körök alapján, hogy ki milyen keveréket használ éppen. Most látszok lassan végigérnek a felvezetőbe, és felállnak majd a rajtra. A Nürburgring az egy elég, hogy mondjam, nem a legszélesebb első kanyarral kezdődik, tehát ott reméljük, hogy nem lesz semmi probléma. Főleg ott a középmezőny tájékán majd, ugye? Felállasson a rácsó is, és már gyulladnak is a lábbák. Na nézzük a rajtokat, hogy kapják a rajtot a fiúk. Hűt, de gyorsan elkapták a rajtot. Tartamás hatalmasat rajtot, Sági Dávid a rajtot, de Elekes is jön a harmadik helyen. És érkezik Szilágyiból Tartamás Szilágyikából, Dávid két pozíciót is fog veszíteni, és hátében pedig Bagi érkezik a Lótusszal, Szabolcsot már ki is végezte. Hosszott kisebb kosz, Szabolcs Dávidnak is neki mehetett, hátulról Szabolcs lelassított, úgymond a kosztás miatt, és visszaesett az a középső mezőnybe, és Szabolcs hátulról Szabolcsot meglökte, az Sára Dániel,
és ők viszont a bukótérbe hátra is estek, elég kemény kis koccanás volt, a Szabosnak a jobb, a bal első része fel is emelkedett az autóján, a szerencsére a gumi vagy az első szer nem tört le. Na viszont a 14. helyen Borbét fékezte ki Nándor, és jön a 10. helyen már. Az élmezőny aránylag megúszta, fogjuk rá. Bagi, aki szépet rajtott, most meg az 5. helyen van, Tartomás nem rajtott még rosszat, viszont a 3. a Tóth Miklós, hoppá! A 8. helyről miért rajtolhatott a srác? Ugye ott az előttében, hogy Dávidnél kapott egy kisebb lökés Szabostól, tehát ők kette hátraestek, és Elekes szintén a 3. helyről hatalmasat rajtott is Tartomás irányékából. Jól eljött az elején, viszont itt már kicsit hátradott, még most megtolta, egy Elekes kicsit bukott térbe ment. Nem tört nagyon az autója szerencsére. Ugye, mint ezt megtudtuk az előző futam során, hogy DRS kezd nincsen. Itt a szélárnyék ilyen izmos, mint ahogy a Bahrainben is láthatok, hogy egyenesben nagyon keményen rátorzultak egymásra a srácok. Szóval maga only szélárnyék, csak a szélárnyék ilyen izmos, se kezdse DRS. Szóval ingyen láthatjuk itt a szélárnyékokat már itt négyesbe. Sági Dávidunk az 5. helyen, nem követte a többieket. Tartomás 3. helyen nézegett a belsővet, Tóth Miklósnak pedig még nagyon messze van az elsőt, nagyon szépen együtt van. Illetve Pécsvárja a 8. helyen fékezte képen Benkő Lászlót, így feljött a 8. helyre, és mögötte van Nándorunk is a 10. helyen szorosan. Ákosunk nincsen rossz pozícióban, már a 6. helyen van. Ugye ott a 12. hely környékén rajtolt. Szerencsére mondjuk ott a kisebb csetepatézás ott az elején a szépen neki is segíthetett, és a középmezőnből is volt a nagyobb kocsi, a Szabolcs és Dániel között. Orbán is a 7. helyen van, Ákoson támadja éppen, nézegette ott az íveket. Nagyon szorosan, ugye az a jobbosban nem nagyon lehet terezni, túlszük az a hely, de széktávja sokkal jobb volt. Itt még ebben a hosszú egyenesben még lehet talán egy kis szélárnyékkal ráközelíteni. De... Igen? Hát akkor maradjunk nála. Első sorban nézzük meg Ákosunkat. De nézzük, aha, ott egy pici fű! Az lehet kilaggolt. Elég keményen, ja. Hát Ákosunkat elvitte az internet szegénykémet. Nem volt sok futama. Viszont Tartomást a 4. helyen Bagi belsőben megelőzte. Bagi fején a 3. helyen, viszont Baginál kicsapta a szélárnyékból Tartomások, és belsőben már érkezik is. De abból különbséget Dávid van mögöttük a Dagat Williams-el, és Tartomás pedig kifékezi Bagit, és visszaszerzi a 3. helyét. Elekes egész szép előnyt szerzett, mert az első helyen Tóth Miklós a 2. helyen szintű kis előnyt szerzett Tartomással szemben, és ott van egy kisebb rész, viszont Bagi lesodródott, meg is húzott gyorsításnál, és Dávid érkezik a Williams-el. Orbán és sincsenek annyira távol a 6. és 7. helyen. Ők is lassacskán be fognak élni. Igen, Ákos most a boxban van, tehát visszatért a 15. helyre. Időben nem fogja, és van újra körideje. A boxban volt. Akkor jön vissza a boxból? Igen, Ákos visszatér a boxból. Akkor ez elég érdekes. Manőver volt. Nézzük Orbánt a 6. helyen. Mondjuk 14. helyen Farkas Márton is majd Borbéra hamarosan érkezni fog. Szatmári Szabos 12. helyen, jobb volt a kigyorsítás a Farkassal szemben. Itt nagyon szűk a hely, és Farkas zárja is egyből az ívet. De Szabos bepróbálja, hogy derőide féktávot vett, tehát Farkas az elengedte körülbelül. És Sára Dániel érkezik meg így rá, hogy ilyen hamar fékezett Farkas. Mindenesetre a Szabolcs most már mehet tovább Borbéra. Hamarosan őt is attól fog érni. Nándor a 8. helyen szintű meg Pécsvár itt hamarosan, de Szabolcs hamarabb fogja betámadni szerintem Borbét. A 11. helyen. Főleg, hogy Borbé sokszor esodródik az évről. Szabolcs az a belső évet nézegeti már. Itt már alá fordulva jobb kigyorsítással. Meg is lesz neki. Így van. Mellé vágunk Szabolcsa, rosszabb ív, de bőven ki tudja fékezni, és már meg is van neki a 10. hely. Dávid szintúgy meg az 5. hely rajta van Bagén szorosan.
hogy még fogás nem sikerült találni rajta. Orbán is tartja azt a gyönyörű, egy 8-10-es másodpercet. Ja, jól mondtam, 8-10-es. Na, nézzük már a 8-dik el, mert Pécsvár itt már szélányékból már nézegett a belsőket, mondjuk ennyi a konyok kombinációnál nem lehet támadni. Várnia kell a megfelelő pillanatot, mondjuk itt a megfelelő pillanatban, mert Mocskos jó volt a kigyorsítása, meg a szélányokat egy kicsit kapja is. Pécsvári védi a belső ívet, Nándor külsőre néz. Pécsvárinak nagyon rövid volt a féktávja, viszont Nándornak jobb lehet a kigyorsítása, mondjuk itt ugye Pécsvári elézzel, tehát nem tudja kihasználni. Egyenre várnia kell, talán a cél egyenes. Kicsit távol van ahhoz, ez a rövid cényes nem lesz elég, csak arra, hogy ráérkezzen. Mondjuk Pécsvári védi a belső ívet, Nándor külső ívről, szépen rá tudnak kanyarodni. Kivik külső ív... Nem tudja ott tartani mellette. Valósan ott tartja szélányéban, a szélányék már a kanyar kombinációknál már hátrány inkább. Kicsit lefogja az autót sajnos. Tamás is majd kezdi lassan Tóth Miklós tud lenni, mondjuk az még kicsit odébb van. Farkas! Farkas 12. helyen! Kicsit összeütközött Borbély, ezek kiment a Sóderra, és Tóth Attila érkezett rá, de Falkas most már visszaszerzett tempóját. Nándor kigyorsításnál megcsúszott, 8-én itt Pécsvári ellógott tőle egy picikét. Benkő László érkezik, Nándorra nagyon agresszívan. Tartamás is elkezdik Tóth Miklós a harmadik helyen, féktávból. És ez az Orbán-Dávid-Bagi kombó is majd kezd most lassan összeállni. 4, 5, 6. Eleges gyönyörűen autózik elől, azt nyugodt szívvel tud most autózni valamilyen szinten. Ez a többiek itt csatáznak. Eskü, összes formányos autót nézem, fix távolságra van tőle a kamera, átlátok Dávidra, olyan közel kerül az autója a kamerához, a kétszer olyan széles van az autó. Dávidom, még mindig nem vagyok úr, ezt látom. A fehér az még jobban kiadja azt az áramvonalas testét Dávidomnak. Sajnos nem azt a kecses áramvonalat, inkább az a kifele ívelő áramvonalat, de mindennek megvan a maga szépsége, ugyebár. Ennek Dávidnak is itt az előnye, mert relatív a Nürburgring az egy szűk pálya. Akárki mit mond, az egy szűk pálya, ami is szeretjük, ugyebár. És itt Dávid ki tudja használni a testi adottságait. Tehát nem hiába az ötödik helyen most szerencsétlenségére ez negatívum, mert nehezebb előzni is. De úgy van, hogy védekezésre kerül a sor, mindjárt átvált pozitívumra, és jobban le tudja majd védeni a kellőket, főleg az utolsó és a középső szektorban. Nagyon vicces, ahogy a második és harmadik és negyedik pilóta követik egymást, tehát hogy Tóth, hoppá, tartamásom, de keményen bevágja magát ott a belső íven. Nagyon vicces, hogy Miklós kimegy belső ívre, akkor Tar meg Bagi is követi, mert hogy a szélányék miatt. Na ne Bagi ott belsőben tartomásnak berakja, és megvan neki a harmadik hely. És érkezik Dávidunk is, egy kicsit megnehezítve maga dolgát. A nézik tartomás itt a külső íven, mondjuk itt nagyon gyorsak nekem a kanyarban srácok amúgy. Lágygumiban mertek mindenképpen, mert nagyon tapad az autó még. Nézik Bagi most kicsapja a szélányékból, Tar és belsővet tálasztja Tamásunk, jó a féktáv, és Bagi nem tudott mit kezdeni, elé tud zárni, és megvan neki újra. A harmadik hely viszont kigyorsításnál megcsúszik, és Bagi visszajön a harmadik helyre. Most kap egy kicsit szélányikot Tar Tamás, ez jó fog neki jönni. De Bagi még le tudja védeni egyelőre. Kérdés az, hogy Dávid mikor fog beleszólni. Dávidnak inkább lehet védekezni kell lassan, mert Orbán is megérkezik a hatodik helyen.
Lantartamás kicsapta a szélárnyékból, de nem fér be itt a sikábét, nagyon óvatosan kell, és Tóth Miklósra is elérkezett Bagi. Összeállt ez a 4-es, 5-ös csapat. Lassacská. Nézzük, hogy követik Miklóst. Mennek a szag után, meg a szélárnyék után. Na Bagira tartomás érkezik megint belső ülő, hogy az előző körben, hogy bepróbálja vissza, most jobb a fejtáv! Viszont Bagi! Megüt egy kicsit tartomás, viszont visszavárja, és polszerű volt, viszont mindketten kettő pozíciót veszítenek, mert Sági Dávid és Orbán Péter elmentek mellettük. Áj, de rosszul jött ki ez a kis manőve, míg tartomás elég agresszíven berakta belső ívre. Na most Dávidi feljött a harmadik és Orbán negyedik helyre. Orbán pedig nagyon rajta van Dávidon most, negyedik helyen. Viszont Dávidnak most jön itt az előnybe, hogy védheti az íveket. Hogy húzza a szélárnyék, berakja Orbán belső ívre. Nincs nagyon hely, óvatosan kell csinálni. Mag egyelőre nincs elég közel Tamáshoz. Tabolcsunk viszont a 9. helyen Pécsfájra, az annál inkább, már nézik a külső belső ívet, de még nem ért elég közel hozzá. A jó kigyorsítása a célegyenessel még összepakolva meg lehet neki egy támadási pozíció. Nem volt az a kanyarvétele, viszont kigyorsításával nem volt annyival jobb Pécsvárina, hogy elég legyen max arra, hogy ráérkezzen. Aj, de gyors a Mercedes irányék, ha azt sem tudtam, hova rángassa az autót. Pécsvári nem tud visszajönni belsőben, és Szabolcsnak megvan a 8. hely. Kicsit hátulra meglöki Szabolcsot, Pécsvári, de nem volt kicsúszás, tehát Szabolcsnak megvan a 8. hely. Na nézzük! Előre tekintve egy kicsit Dávid lemaradt most, lehagyta Orbánt, viszont Bagi még rajta van tartomáson a 6. helyen. És Nándor is érkezik meg lassan rájuk a 7. helyen. Jaj. Kifújtam már kicsit az orrmit a reggeli órákban. Kicsit le vagyok. Hogy szokták azt mondani? Az amortizálva, jó lesz az a szó, igen. Hoppá, Dávidunk jön a boxba. Hát a földi Ákos nem nézik, akkor ő az első boxosunk. Hát mondanám azt, hogy milyen keveréket ragadt fel Dávid, de mocskos hullám látom az ilyet most, szóval ezt inkább anyagoljuk. Na biztos, hogy jófajta keveréket rakta fel, ezt elmondhatjuk. Na érdemes akkor Nándort nézze, 6. helyen belezárul be úgymond ez a kis vonatozás. Fog is hozzolódik rá egy kicsit az ívről. Érkezik rá. Nándorval lassan fogást fog találni Bagin, akár már a szélegyenesben is, mert nagyon jó volt a kigyorsítása. Na ez már támadási pozíció. Bagi külső ívet védi egyelőre, Nándor jön belső íven. Ha ott tudja előtte tartani, a rövid a féktáv! Túl rövid!
és Baggy alá tud fordulni. Elfékezte kicsit Nándor. Tartomásra érkeznek majd rá. Hát igen, Nándorékot érdemes most figyelni, most a mezőn egy kicsit lecsitult. Na nézzük Nándort, most ott van az a szélárnyék megint, még a sikára nem nagyon lehet előzni, óvatosba kell csapni. De azért csak benézi azt a belső ívet, jó a féktáv, egy kicsit megcsúszott, beállt a kerék! Áj! Na nézzük, csak szabósodott az előttében, az ötödik helyen pedig, ráérkezett Bagira. Áj, és egyből jön a boxba is Nándor. Igen, tehát jó volt a féktár, csak satú fék volt, és beállt a kerék, és mivel kanyarodás közben is még beállt a kerék, megcsúszott szegény. Nézzük Szabolcsot a negyedik helyen, mert most előzi meg Bagit, de Bagi alá fordulva visszajön a negyedik helyre. Pécsvár is nincs annyira messze tőlük, nézzük Szabolcsunkat. Valahogy a hátsó egyenesbe kell itt produkálni majd valamit. Bagi mennyivel kívülről, de ahogy részeztem, csak ezt csak ő csinálja, hogy ennyire kívülről veszi a kanyart, de nem láttam még eddig, hogy hozna bele, inkább csak jobban ráérkeznek a srácok. Valahogy a kanyarnak a csúcspontját nem jól találja el szerintem. Kapott egy kicsit a sodródik Bagi. Jobb lesz a Szabosnak a kanyar íve és a kigyorsítása is. Irányékkal ez már egész szép lesz, támadási pozíció. Rész, hogy érkezik rá. Bagi egyből megy a belsővel, Szabos csak külsővel féktávon fog múlni. Egyszerre veszik a féktávot, Bagi belsővel még vissza tud jönni. Kicsit becsúszott kigyorsítása, Szabos egyből reagált rá, kicsapta a szélányékból és belsővel. Most meg lehet neki. Bagi viszont Bagi lesz a szélányék így. Még lehet vissza tud támadni ez a rossz kigyorsítással is, és már érkezik is. Szabolcs védi a belsővet, Bagi követte szélárnyék miatt. Itt már szélárnyék nélkül elhasonló egy kicsit, Bagi viszont alá fog tudni fordulni és meg lesz neki, talán nem, Szabolcs vissza tud gyorsítani külső ívről. Ott tartja még Bagi, ahogy tudja, de itt már Szabolcsnak megvan a negyedik hely, és hoppá, Pécsvár érkezik meg a hatodik helyen. Még egyre Bagi le tudta védeni Pécsvárnak a támadását, de ő is már bekerült mellé. Szabolcs ezzel kicsit el is lógott. Na Pécsvári. Teljesen más évén autózik, mint Bagi. Itt már a szélányékot kicsit kap, arra elég lesz, hogy ráérkezzen. Támadási pozícióra még nem elég. Az már szélány, a célesben már támadhat, ha úgy csinálja. Kigyorsításon nagyon sok fog múlni. Itt a sikárt jobban vette Pécsvári. Viszont jön a boxba. 12-13 körnél szépen jön ki a mezőny amúgy. 10-13 körig. Elekesre is érkezik majd Orbán a második helyen, még kicsit távol van, de közelít rá. Pécsvári pedig most állt meg a 8. helyen a boxba. Nándor érkezik Pécsvári a 11. helyen.
A Pécs felé az friss gumim van, tehát nehéz ezt megelőzni. Na, de nagyon nézze ezt a belső ívet és berakja! Pécs felé nagyon elrontotta a kanyar ívet, nagy helyet hagyott Nándornak, és egyből ki is használta Nándor, bejött a 10. helyre. Második helyen Orbán, szélárnyékból, külső ívet választja Orbán, elekes belső íven van. Elekes meg így vissza tudja szorítani Orbánt. Egyelőre viszont megcsúszik a kigyorsításnál, és Orbán letámadra, és elekesen is avozva. Tamásunk el fog menni, Szabolcs Bagi is jön a boxba, az 5. helyen. Egyszer, Baginak le kellett lassítani Elekest a box utcából, akkor indították el, amikor Bagi mellé került, tehát ez box utcá és személyzetnek elég rossz pont, őszinte legyek. De Bagi odafigyelt és lelassított. Na, viszont Nándor érkezett meg, illetve Pécs várja a 11. helyen Bagira. Tehát ő kettejük csatája, ami nem fejeződött be. Hoppá, Bagi elkezdett egy kicsit füstölni. A motor hűtés, vagy... Ja, a motornak a hűtése nem lehet valami hatalmasan. Ezt minél kisebb, annál könnyebb, annál gyorsabb az autó is, tehát nem hiába próbálják kicentizni a srácok a motorhűtést, csak néha aztán elfüstöljenek a dolgok, tudjátok. Nem kap annyi hűtés, mert relatív nincs hosszú egyenes a pályában annyira. Fékhűtésekben ne is beszéljünk. A 13. helyen Farkas is közel van Borbélyhoz aránylag. Tóth Attila is jön a boxba a 6. helyen. Már 8, esik vissza fel, 8. Borbé is jön a boxba, ugye akkor Farkasnak nem kell támadással szenvednie, könnyen meg tudja így előzni. Hát Ákosunk már 14. helyen van így, hogy a boxba jöttek a srácok. Na nézzük Ákos 14. helyen, mert Tóth Attilát fogja támadni. Őt is adjuk egy kicsit Ákosunkat, aki így elég érdekesen korai boxszal kezdett, meg így kilaggolt, meg minden baja volt szegénykémnek. De versenyben van még a srác. És még harcolt a pontokért is. Na, Tamásunk a 2. helyen a boxba. Most áll meg, hát majd az a szépen Nándor Bagiékhoz fog jönni. Tamásunk. Elekes Miklós most ment el, Benkő, Nándor, Nándor elé fog jönni. Viszont, ja, meg Elekes, ez egy kicsit messze van mondjuk. Hát talán Benkő László Tamás, mert meg fogja most tudni fogni. Így friss gumikkal. Abból telekes az előtérben láttam, nagyon ráérkezett az 5. helyen most Miklósra, ott a jobb visszafordítónál.
Végtárnál iszonyatosan ráérkezik, nagyon gyönyörűen tapad az autó amúgy. Kicsit Miklós megcsúszott kigyorsításra, a szélenyékből egy pár támadási pozícióba fog kerülni Elekes, de nem fért hova, pont a kanyar töréspontjánál volt ott Miklóson, de nagyon könnyen kifékezi Elekes. Egyszerű, de mégis nagyszerű, ahogy a cégünk mondása tartja. Egyszerű az nagyszerű. És Elekes elég egyszerűen kifékezte. Miklós nagyon hamar fékezett, lehet, hogy volt benne egy kis elengedés is, ezért viszont nem tudom, de nagyon-nagyon könnyen előzött Elekes. Szabolcsot láttam ott megpillantva, és tartomásunk a hatodik helyen Benkőnek rakja be belső íven szorosan szűken, de egyelőre még Benkő külső íven vissza tudott jönni, viszont itt aláfordulva tartomás megszerzett az ötödik helyet, illetve Szabolcs is meg volt a boxja, Szabolcsunknak a tizedik helyre jött vissza. Hát Benkőnk az nem hiszem, hogy itt már vissza fog tudni támadni, és Tamás pedig mehet szépen a Miklós Elekes kombóra majd. Még Benkő még tartja Tamással a tempót. Na nézzük Tamást, érkezik Tóth Miklós a nagyon keményen, itt már szélárnyékból rá fog érkezni, támadni nem fog tudni, de rá fog érkezni. Hú, de jó, ide érkezik! Külső íver, körbeautózza, nagyon gyönyörűen csinálta! Na nézzük Miklós, vissza tudni támadni majd. Télegyenesbe. Jobb volt a kigyorsítása, mint most egy kicsivel, de Tamásnak mocskos úgy gyors az autó az egyenesbe. Nem tud vele mit kezdeni, és hoppá, nagyon elmérint, nagyon szélről akarta venni Miklósra az autót, és ráment egy picit a fűre, és sodorodott az autója. Épp, hogy be tudta venni a kanyart, viszont Benkő is kigyorsításra megcsúszik, még Tóth Miklós, Benkő már megelőzte az első kanyarba, és Nándor is érkezik a hetedik helyen Tóth Miklósra. Hoppa, Borbé 13. helyre most jön fel, mert a sikánnál Farkas megcsúszott. Nem állt keresztbe, de annyi elég volt, hogy Borbé megelőzze. Épp, hogy elcsíptem. Na nézzük Nándort a 7. helyen. Mert ott a Tóth Miklós nézte belsőre, mondjuk itt elég érdekes belsővel próbálkozni, de Nándor rúgott egy picikot. De Nándor az el is suha Miklós mellett. És Bagi is megelőzte Miklóst, még ott szépen lelassult. Meg gírsodódik most a kanyarba Miklós. Hopp, Orbán boxba. A második helyen. A 20. körnél volt az első kiállás. Orbánunknak, ő volt a legkésőbb, aki kijött. Na nézzük Orbán! Bagék megéljön friss gumival. És közben Bagi előtt a 6. helyen, pedig Nándoron nagyon rajta van, Nándor meg Elekesen. És nem sokkal előtt ott van Benkő is. Nézzük Orbán, hogy jut át többieken majd, 7. helyen. Bagi tovább kapja a szélárnyékot, már nézegette a belső ívet, és be fogja próbálni a sátát, friss gumin be is próbálhatja, mert olyan szinten tapad az autója, hogy bármilyen autó tud, hoppá, Benkő meg lelassít, elengedi a többieket, úgy tűnik. Olyan íveket tud autózni, mint senki más most jelenleg, és az előtt éve pedig Nándor támadja Elekest a 4. helyen. Ajjajjaj, Nándorom már megint! Na, ott visszagurul, jó, nem lett belőle baj. Hát ez szimplán nem, ez inkább majd féktáv kigyorsítás kombináció volt. Ez a kanyar közepén csúszott meg. Ilyen ez a segédlet nélküli vezetés.
Na de 9-8-7 is. Most Szabolcs meg Tópikos támadja. Benkő kezd a boxba. Nézzük Szabolcsát a 8. helyen. Miklósból szélányiból kicsapja. Szabolcsi a belső ív. Gyönyörűen megvan neki. Már majdnem Pécsvárit is be tudta volna támadni. Szorosan ott van a Pécsvárin. Jobb lesz Szabosnak a kanyaríve. Itt már majd tudni fog lassan támadni. Volt egy kicsi kocsa, de talán egy kis tempót veszített, de még így is jó lesz az a belső ív. De Pécsvári külső ívvel vissza tudja szorítani Szabolcsot. Na most majd a hátsó egyenesbe. Jó volt Szabolcsnak a szélárnyéka. Pécsvári próbálja azért szűken tartani Szabolcsot. Szabolcs belső íven megpróbálta, de Pécsvári kicsit odarakta magát és visszaszorította Szabolcsot. Szabolcs belső íven itt is megpróbálja kigyorsítása vissza Pécsvárinak, jobb lesz egy picivel. Szabolcs vissza tud jönni még szélárnyékra, így van, nagyon szorosan visszajött, egy nagyobb pillanatnyira Szabolcs maradt belső íven. Jó a féktáv, Pécsvár is egy kicsit lesodródik, és ez az egyetlen nagy mázlia, hogy Pécsvár is egy kicsit lesodródott, és elé tudott zárni Szabolcs. Nándorom, pedig Tóth Miklós még azért közel van a 9. helyen. A 4. 3. hely is közel van, Bagi meg Elekes. Nézzük Bagit. 4. helyen. Ott a szélárnyék. Hát Elekes itt még ott tudja tartani azért könnyelműen. Messze van most Elekes több agit, mert max közelítése lesz jó a szélárnyék. Nagyon szorosan vett a Bagi a kanyar, de meg ő is megijedt annyira szorosan, hogy kicsit visszarántotta a kormányt. Ebben a könnyebb kombinációban azért nehezebb előzni. Irányikot most is kapja azért. Nézi a külsőívet. Jobb a kanyar, vétele, Elekes elézár, nem tud hova menekülni Bagi. Nem tudja kihasználni azt, hogy jobban vette a kanyart. Az Elekes kicsit füvet fogott, ez lassította a kigyorsítását, és Bagi megint ráérkezik. Külsőívvel ott tartja, nagyon gyönyörűen kigyorsításra kell ügyelni, és körbeautózza. Aj, de szép volt. Egyelőre megvan neki a 3. hely. És hoppá, Dávid érkezik Elekesre az 5. helyen. Hát Dávidnak már valamilyen szinten nehezebb dolga lesz ilyen széles autóval. De ott van azért a kigyorsításnál meg a szélárnyék kombináció, de ugye látszik, hogy szélárnyék nélkül nem gyorsul az az autó. Viszont Elekes megérkezik Bagira megint. Dávidnak jobb volt a kigyorsítása, Elekes zárja a szélárnyékot Dávidnál, nem tud Dávid hova menekülni. Elekes a belső, Dávid külső, ív Dávidnak meg lesz körbe lesz autózva a srác, elég keménye, jó volt még a kigyorsítása sem volt annyira rossz, ahhoz képest, hogy megcsúszott, mert hogy Bagira is érkezik ráfele, és belső íve neki is berakja, ha már innek akkor legyen kettő belőle,
Emelt egy triciklinek körülbelül, és Dávid még így is, és átmegy Bagi külső ívről, szintú, hogy körbeautózza Bagi. Aj, de megindult egyszer. Ha viszi a súly, akkor ott már megállíthatatlan. Egyszer kell belündenni a Dagi csapatnak, aztán már megy is előre. Dávidom két kör alatt harmadik helyt megszerezte. Viszont Bagi meg, hát mondjuk Elekes még ott van. Hát Elekes egy kicsit lemarad Bagitól, de mondjuk még egy pici hiba Bagi részéről is vissza tudja hozni. Nagyon gyorsak a kanyarokban, srácok, amúgy nagyon gyorsak. Én ránéztem Nandorra, volt egy elég érdekes kanyarvétele. Na nézzük Benkő László a 11. helyen, mert Tóth Attilát tervez éppen meg lyukasztani jobb hátulról. Ahogy már elérte Benkő a végsebességét, nincs valami nagy áttétel rajta. Na Tóth Attilán viszont a másik Tóthnak belsejével, és Tóth Miklós két helyet is bukni fog, lehetséges? Így van, mert Benkő is berakja neki. Hát Miklósom, hirtelen kettőt kapott. Ez azért akármilyen tapasztalatja lehet, nincs az ember hozzászok, hogy egyszerre kettő. Hát Miklós még visszaesett a 11. helyre, viszont Benkő meg támadja Tóth Attilát. Más híveket próbál autózni Benkő. Ott a szélányi, kicsak a szélányiból Benkő lesz a külső vitt, körbe lehet autózni az ember, de Tóth Attila kicsit lesodródik, és Benkő alá fordulva megvan a 9. hely. Kérdés az, hogy Attilám vissza tud-e itt jönni szélányiból, és nagyon visszajön. Hát már veszít szélányit nélkül a tempó, de még egy jó féktával meg lehet. Szinte egyszerre veszik a féktámot, így Benkő le tudja védeni a támadást. Szabolcs érkezik lassan a Elekesékre. Na Miklósok jön a boxba, 11. helyen. Nem azért, mert boxban van. Miklós milyen gyönyörűen beállt. Mondjuk ezt úgy szokták, hogy kifordulnak és inkább betolatnak Miklóson. De elmegy egynek, elmegy egy. Ja, és a csapattársa boxjába álltál be, tehát azért a... Azért a... Tudjuk, hová, hol a helyünk, tudod? Na hát Miklóson feladta a versenyt. Különösebb okok miatt. Rágosan már így a 14. helyen van. És Sára Dániel a 14. helyen is közel van Farkashoz majd. Úgy, ahogy Elekes Bagióhoz az 5. helyen. Nézzük Elekes Bagival szemben. Mi ez a Bagin fogást találni? Öt. A Bocs is ott van a 6. helyen, nem annyira távol, egy másodperces. Egy másodperces hátránya. Na most Bagiról lemaradt Elekes, és éből ráérkezett Szabolcs.
Na szabolcsunk. Kicsit deleges lesodródik, meggyőzik kigyorsítással, és Szabolcsnak megvan a ötödik hely. Szabolcs mehet Dagi után, mondjuk ezt azért nehezebb lesz felhozni. Na még a 14. helyen Dániel Farkasra szemben, hát hozható. Jó volt a kigyorsítása Farkasra szemben, tényleg sem már lehet építeni. Fagas a belsőjük, Dániel külsőjével alá fog tudni fordulni. A Fagasnak már jó kigyorsítása ezzel a szakaszon. Kicsi kontaktus, de belefér, Fagas belsőjével még vissza tud jönni. Aj, Fagas kicsit benyelt egy-két gét. Így gyorsban lenyugodjon. Oppant a pici kontaktus a szűk helyen. Dániel kiküld egy picit füvezni, mert ő is füvezett akkor Dani is füvezzen, behívta egy-két gére őt is. Na nézzük, Farkas visszaengedte, nagyon helyes. Viszont így most akkor Farkasé a támadási lehetőség. Várja. Hol voltunk? Ja, oké. Mint Dani, az már le van körözve. Még mindig Farkas a 13. Aki előtte van, Dani pedig a 14. Szóval valószínűleg az lekörözött volt. Momentán visszavette a körét. Na nézzük Szabolcsot a 5. helyen, mert lassan éri utol fel a bagit. Jelentősen csökken már kettőjük között a távolság. Na Szabolcs innen a célesbe támadni fog valószínűleg. És egy közelítése mindenképpen elég lesz. Ez már támadás lett belsőjében. Féktáv rövid lett, túl rövid egy kicsit, de annyira nem vészes. Megvan Szabolcsnak az első hely, negyedik hely. Még bazdmeg egy kacsingat itt a belsőjüveknél, de nem biztos, hogy vissza tud támadni. Mennyi köd mondtál, Attilám? 5. Akkor van még 15 körük. Na, hoppa, Orbán Péter utolérte tartomást a második helyen. Kicsit az élmezőjére tekintve. Kicsapt a szélányékból Orbánunk. És megvan neki. Az első hely. Nem tudom, milyen politikai eszközök köz folyamodott tartomással szemben, de mindenképpen hatásos volt. Lehet az, hogy a nyugdíjrendszer változtatásával fűzte meg tartomást.
Na nézzük viszont, tartomás nem volt elég neki a havi nyugdíj, és visszatáv a szélárnyékból. Nem elégszik meg vele. Na Orbánnak ezen most el kell gondolkodni, egy kicsit változtatásokat kell emelni, mert jön az újabb polgár, aki nem elégszik meg a nyugdíjrendszerre, méghozzá Sági Dávid. Ugye hát Dávidunknak megvan a havi kajaköltség, ugye látszik az autónak a, úgymond a karakterisztikáján is, hogy Dávidunk azért nem könnyű fogyasztású, őszintén mondjuk meg. Tehát neki szüksége van úgymond havi bevételre, elég mélyen. Tehát Dávidnak van oka, és úgymond ez a túlélésére is megy, hogy követelje a jobb nyugdíjt Orbánnal szemben. Tehát Orbánnak nem, hogy most Dáviddal kell valamilyen politikai ügyjel folyamán védekeznie, de még tartomás is be kell fűznie valahogy, hogy meg tudja előzni. Tehát itt Orbánnak kettős támadás kell, tehát védekezni és támadni is kell egyszerre. Tehát nem egyszerű Orbán Péternek itt a feladata. Na nézzük tartomást most szélárnyékból, belsőjével Orbán, ott egy pici kontaktus, de belefér, viszont Orbán jön a boxba. Meg kell beszélni a többi kollégájával, hogy mit évjek legyenek ebbe a szituációba. Na nézzük Dávidunkat, éhesen érkezik tartomásra, külsőjével. Tartomás véd a belsőjével, tartomás egy kicsit lesodolik, de ez pont jó volt, mert Dávidot itt tudja zárni. Dávid meg azért az elég nehéz férős autóval van. Próbálja azért szűken menni a kanyarokat Dávid, de nem fér el. Jobb a kanyar íve, gyorsabb kanyar tempóval rendelkezik, de egyszerűen nem fér. Hát itt nem nagyon lehet bepróbálkozni. Viszont kigyorsításra lehet játszani, de az se ér sokat, mert itt a sikára nem tud előzni. Hátsó egyenesbe vált talán. Jó volt a kigyorsítás, jó volt a kanyar tempója. Szélárnyék nélkül nem fog tudni ráérkezni. És most Tamásunk jön a boxba. Dávid egyre az első, Tamás nézzük meg, hogy Orbánnak nagy csatában voltak. Kérdés az, hogy Orbán most milyen kör tud összerakni majd ott a 5. helyen. Baggi is a 4. helyen a boxba közben. Ábőve megelőzi Orbán. Not even close. Tartomás 4. helyre jön vissza, a Baggy az 5. hely mögötte szintúgy boxba. Hát Nándorhoz közel lesz. Vagy inkább Nándor lesz Baggyhoz közel. Mi Baggy friss gumin van, szóval Nándor, ha most azonnal nem támadja be, nem lesz Baggyval. Baggy ellen esélye, Baggy az el fog húzni. És mivel itt elég két kanyar is, hogy kellő üzemi hőmérsékletre menjen a gumi. Így már Nándor nem hiszem, hogy sokat fog tudni kezdeni Baggyval. Függ a keveréktől is, hogy mit rakott fel most ugye Baggy. Nándor be fogja próbálni azt a belső évet, de Baggynak meg mocskosul jól tapad az autója. Na Szabolcs a második helyen, meg Dávid az első helyen, az első kettő boxba. Orbán visszaszerzi az első helyet. Elég kemény mennyit buktak ezzel a egy-két körrel tovább kimaradunk témával. Orbán mocskosul sok erőt szerzett ezzel amúgy. Hamarabb kijött. Viszont Tamás Dávid között úgy
aránylag ugyanaz a különbség. Benkezném hátrébb van. Na, Elekes és Szabolcs. Elekes támogja a Szabolcsot, a hátrébb megérkezik már Bagi meg Nándor is, tehát a négyes csapat összeállhat. Bagi érkezik meg rá Szabolcsra nagyon. Szabolcsot próbál menekülni. Bagitól, Bagit meg Nándor támadja a külső ívről. És ott meg az eredetében Szabolcs Elekes külső ívről. Viszont az a poén, hogy Szabolcsnak jó volt a kiúsítása külső ívben, és meg lesz neki. Így van, megvan az ötödik hely. Elekes még azért visszakacsint, és érkezik Bagit nagyon gyorsan a szélányékból. És érkezik Nándor, kifékezi Bagit. Meg előzi, ott Szabolcs és Elekes között volt egy pici kontaktus, Elekes lesz a úgymond első az éjbolyban. Szabolcs az visszaesett. De érkezik Nándor mögötte, Bagi szintű szélányékból, mindenki kap szélányékot, így egyenlő tempót autóznak. Bagi külső íven, így leszorul a kicsit a sikáról, marad a 8. helyen. Nándor 7, Szabolcs 6, Elekes 5. Szabolcs kapja a szélányékot Elekestől, Nándor pedig Szabolcstól. Kicsapja a szélányékból Szabolcs, Elekes belsőben, Szabolcs külsőben érkezni fog Nándor is majd. Na, Szabolcs külsőben ott tartja, Elekes elé fog tudni zárni. Szabolcs így van, elé tud zárni Elekes, Szabolcs marad az 6. helyen. Nem, az 5. helyen. Nándorból a 6., Bagi 7. Szabolcs közel van, Elekes le fog sodorni egy kicsikét, de Szabolcs el fog menni mellette. Kérdés az, hogy Nándor nem tud egyelőre mit kezdeni, egy, így van. Szabolcs viszont megszerz egyelőre a 6. helyet, akár mondom 4. helyet. Elekes egy kicsit a kocsanások miatt lelassult, és Nándor érkezett rá. Hoppá, megint Bagi, ez a nagyon külsőívről veszik a kanyar téma. Na, Nándor. Aj, Bagi kicsit megtolja hátulról Nándort. Ha minden igaz, 10 kör van hátra. Nándor egyelőre most szétszélre tekintő egy csatapat témány, szerintem a középső szettől könnyekével megint összejönnek. Nándor rajta van Elekesen megint. Bagi érkezik most inkább Nándorra. Oly, majdnem elkaszállt Elekest Nándor. Közben Dániel a boxban 12. helyen. Na, Nándor. 6. helyen. Jó volt a kigyorsítása. Nem tud szélelni még mit kezdeni vele, viszont Bagi meg kapja a szélelnyékot Elekestől. Bagi be akar nézni középre, Elekes egy kicsit megtolja Nándorra, és van egy pici kontaktus, de sikerült Nándort megelőzni a Baginak, és megy Elekes után. Jobb a kigyorsítás a Baginak, viszont volt egy pici kott Elekessel, és veszített a kigyorsításába, és a háttérben pedig Nándor jön a boxba. De ne nézzük Bagit a 6. helyen. A Dávid és a harmadik helyen szép mutolétre tartomást. De
Baggi hamarabb fogja támadni szerintem Elekest, mint Dávid Tamást. Így van, mert Baggi már külsőiben ott van, és megvan neki az ötödik hely. Elekest még vissza fog nézni. Vagy nem. Nem tud. Na nézzük Dávidot a harmadik helyen. Télányékot kapja Tamástól. A Dávid egy a tagyatársakat tartól, úgymond. Na Elekes! A Bagi megelőzte Elekes már, ugye? De Elekes még ott van Bagin, a hatodik helyen. Kicsvári messze van, Nándor az meg ugye. Na én messzebb. Nézzük Dávidot a harmadik helyen, most többiek azok úgy el vannak. Na Dávid. Nehéz fogást találni tartomáson. Nincs annyira közel sem most itt a hátsó célegyenesbe. Durván 7 kör van hátra a futamból. Na nézzük a többieket egy kicsikét. Hát mindig Dávidék a legszorosabbak. Na Dávid, mindig tartja azt a 3-4 tízes távolságot körülbelül, nem tudta már semmit kezdeni. De ez Tamásnak jó, mert mögött az jobban használódnak a dolgok. És már össze úgy jön neki szerintem. Na Dávid, na most jót egy kicsit a kigyorsítása, nem lesz még elég a cényesre érdemes játszani. Hát, tűrhető. Na Tamás, mi mindig védekeznie kell, nem kell sokat már védekeznie. 5 kört körülbelül, ha Attilának a számítási nem csalnak. Meg a szeme. Na Dávid, most megint kap egy pici szirányékot, belső, mert berakható, de még vár egy kicsit. Na Dávid, valahogy fogás kell találni az emberen. Hát csönyezben sincs elég között, pedig az előttében pedig farkas van, mint lekörözött. Neki nem kéne nagyon beleszólni, de gyönyörűen félrehúzódik.
Ott Warbé jelőzi Dánielt a 13. helyen. Dániel esett vissza. Terét a csapat, két csapattárs. És jön Attila. Azt mondod? Hoppá, Dávidum megelőzte tartomást. Na, épp hogy csak állt a kert. Kattint, nem a tartomás, mert külső íven már agresszívan szadízza Dávidot, mondjuk a... Hát azt az autót nem lesz egyszerű, hogy megelőzni, a szélességről van szó. Na nézzük Tamásunkat. Aj, de ráérkezik Dávidra! Hát Tamás nem tud fogást találni Dávidom. Szerintem bőven jó az a harmadik hely is. Van három kör hátra durva. Aha. Várjuk. Most nem tudom, van-e egy Dávidnak van-e plusz egy köred, nem tudom. Minden esetre Sági Dávidot elengedte, meg ugye tartomást is. Dániel. Volba is korrektul elengedi őket. A tartomás az egyelőre nem. Dávid is szorosabb volt belső íven, Dániel. Elfér mellett szinte Borbéjjal. Átsó cél egyenesbe. Borbénak gyorsabb az autója. Hát most szépen lerázták magukat. Ez kemény viszont, hogy Orbán az két kiállással ment. És ahogy jól hallottam, nem is a legkeményebb keverékekem. De ennek hatalmas bravúrt hajtott végre Orbánunk. Így az első helyen. Ja. Nézzük Dánielt akkor a 13. helyen, akkor Borbéja tud-e valamit kezdeni? Úgy látszik, hogy tudni fog. Na most Dániel kigyorsításban megvan Borbé. Tamásunk is azért még néha oda kacsingat a belső ívre. De messze van már Dávid nagyon. Orbán elvileg már most fogja megkezdeni az utolsó kört. A 45-re van vége, vagy 45. befejezéskor van vége. Hát mindegy. 4. Majd látjuk. Látszik, bevették.
Hát, Dávid a szépen ellógott már. Nyugodtabb figurára veheti a dolgot. Hoppá, farkasunk a 13. helyen. Sára Dániellel és Borbéjjal. Farka kinyitom, Robert a féktávon, Dániel megrögte hátulról, Borbély lesodról, ti mindketten elmennek mellette. Na Orbánnal pedig mindjárt kiderül, hogy mi lesz, de akkor szerintem még van egy kör. Na, úgy van, most kezdi meg az utolsó kört, akkor elvileg. Na nézzük Borbélyékat. Bobby nem hiszem, mert fogja fogni őket. Igen. Talán még Dániel be fogja tudni farkast, ha a farkas egy picit hibázna. Jó, egy kicsit a szélárnyék. Farkas már, de hirtelen átváltott Dániel belső ívre. És megvan neki, mondjuk farkas megcsúszott, volt egy pici kontaktus, és Borbé is érkezik a 14. helyen. Na ott már farkas visszajön, ha tetszik, ha nem. Na, és akkor elméletbe Orbán Péter megnyeri a HSF egyen második futamának a Nürburgringot. Ezt jól összeraktam, ezt a mondatot. Dávid második, Tartamás három, Szatmári, Szabolcs és Bagi meg még együtt csatáztak. Nem tudom, hogy Bagi most szerezte meg a negyedik helyet. Hoppá, Bagi berakja belsőbe az utolsó kanyarban, kigyorsítása teljesen jó, és Bagi a negyedik hely. Szatmári Szabolcs 5, Elekes 6, Pécsvári 7-8, ugyanez Nándor berőszakolta magát a belső ívre, megcsúszik kigyorsításra, de Pécsvári is elrontotta a kigyorsítást, és Nándor a 7. hely, Pécsvári 8, Benkő László 9, Fődi Ákos 10, Tóth Attila 11, Sára Dániel 12, Farkas Márta 13, Borbély Roland 14, és Tóth Miklós pedig kiesett. Na, hát a végén is voltak azért. Dolgok. Hát nincs este, nincs pia, nincs csajozás, reggel van bakker, 8.35. Szóval, ja. Korán keltünk, vagyis én nem is aludtam, szóval, ja. Hát, de Attilám is elég korán kelt, akkor mindjárt valószínűleg ezt akkor este lesz leközvetítve, szóval azt a szokásos mondandomat azért elmondom, hogy azért nő, csaj, pia, fiú, mindent tudjátok. Szóval azért estére már ugye máshogy áll föl a színpad. Szóval akkor mire oda jutunk, hogy engem látni fogtok, akkor kellemes ivászatot és pihenést kívánok. Mondjuk én ezt tartom most is, tehát én olyan jól fogok aludni, itt kommentálás után visszahasszok a felébe. Ma szabadnapos vagyok. Szóval a Facebookon nem zaklatni. Szóval további kellemes napot kívánok, és akkor HSF egyenlen nem kell most két hetet várni, mert nem soká érkeznek a következő futammal. Ami most vasárnap volt, így van, tehát azt majd még eldöntjük mikor, hogy merre. Azt tudom, hogy nekem csütörtök nem lesz jó, mert én akkor hatalmas nagy buliba leszek. Aztán ki tudja még, hogy mi merre. Mert délután meg dolgozok. Hát mert pénteket meglátjuk, hogy milyen állapotban leszek. De péntek este talán, ja, attól függ, hogy nem lesz valami pénteken, tehát az már hétvége. Majd meglátjuk, hogy lesz a következő HSF egyenfut, amit igyekszünk még a héten leadni, de héten szerintem sikerülni fog. Szóval kellemes estét kívánok, srácok, további estét, jók legyetek, aztán majd találkozunk még. Sziasztok!
azért, mert szeretne. Van, aki oda van az autópilán. Van, aki azért, mert vezet. Van, aki azért nézi, mert nincs jobb dolga. Van, akinek lenne, de azért is. Van, aki szórakozni akar, van, aki szórakoztat. De miért ne tennél? Találd meg te is az okot, miért nézd az elvesztét. Come on, low, come on, low.